Köszöntöm nézőinket, a stúdiónkban dr. Berecki Péter, az egészségügyért felelős alpolgármester, üdvözlöm. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a televízió nézőket is. Ja, hamarosan beköszönt a november, és ezzel együtt ugye a prostata szűrés időpontja is. Mire hívná fel a tévénézők figyelmét? A Dunaharaszti Önkormányzat idén is megrendezi, ugyanúgy, mint tavasszal, télen is a három alkalomból álló ingyenes prostataszűrést. Ezt török főorvos úr végzi most már hosszú évek óta a Damjanics utcai rendelőbe. Most csak egy rendelő most működik. Csak egy, igen. Reméljük, hogy jövőre már a új rendelőben lesz a szűrés. Tehát ezt 45 év feletti férfiak részére ajánljuk, ezt a prostataszűrést, ami két részből áll. Egyrészt egy fizikális vizsgálattal meg kell nézni a prostata keménységét, nagyságát, és utána egy vérvétel kapcsán pedig a PSA-t nézzük, ez a prostatarák specifikus antigén, a PSA, és ott helyben ki is tudják értékelni. Ez egy vérvétel, tehát is egy fizikális vizsgálat a végbélen keresztül. Igen. Egyébként mit érdemes magukkal vinniük azoknak, akik mennek erre az oltásra, vagy szűrésre? Mint minden önkormányzat által szervezett szűrés, itt is a Dunaharaszti állandó lakosok részére nyújtja az önkormányzat. Tehát mindenképpen akkor egy lakcímkártyát kell vinni, de a TB kártya is legyen nála, aki fog menni. Igen. Ide érdemes előre bejelentkezni, vagy sorszám alapján? Sorszám van kitéve. Általában a főorvos úr 20 és 30 közötti beteget tud megnézni egy rendelésen. Ez úgy szokott történni, hogy keddenként, tehát november 6-án, 13-án és 27-én, tehát november 6, 13, majd két hét múlva 27-én, 5 órától van a szűrés, és már előre kirakják a sorszámokat, és ezen a három alkalommal általában 100 embert meg tud nézni. Uh-huh. Tehát akkor nem tart ez olyan nagyon sokáig? Nem, és mindenkit megnéz, tehát volt már olyan, hogy 11, este 11-ig, tehát akkor nyilván visszajött, illetve nem kellett volt, hogy 5-től 11-ig ott ülnie, csak amikor látta, hogy hosszú a sor, akkor visszajött. De mondom, mindenkit megnéz a fölösső, senkit nem szoktak elküldeni. Igen, ugye említette, hogy két részben a fizikai vizsgálat, illetve a vérvétel. De amikor megvan ugye a vérvétel kiértékelése, akkor kap minden esetben a páciens egy értékelést, vagy csak akkor, hogyha probléma van, akkor keresik? Nem, a vérvétel mindenképpen kap egy eredményt, azt ő magánál tarthatja. A fizikai vizsgálatról nem, ott a főorvos elmondja, hogy kell-e további vizsgálat. Általában ő a Bajcsi Kórházban dolgozik, és hogyha úgy érzi, hogy ez egy további kivizsgálást igényel, vagy jobban körül kell járni, akkor beviszi a kórházba, és ott még ultrahangozzák is. Neki is van ultrahangja, de bent a kórházban az egy nagyon speciális ultrahang készülék, amivel még jobban a prostata állapotát még jobban meg tudja ítélni. És egyébként a vérvétel kiértékelését csak erre a PSA-ra nézik? Vagy... Igen. Igen, ez csak arra való kis szerkentyű. Uh-huh. Jó, tehát november 6, 13 és 27-e. Igen, és hány órától? 17 órától. Egyébként is úgy rendel este 5 órától 7-ig. De és most is úgy fog történni, hogy 17 órától. Tehát mondom, a 45 év feletti férfi lakosoknak mindenképpen ajánljuk, de ha valaki úgy érzi, hogy valami nem stimmel a vizelettel, ha túl sűrűn kell menni, vagy éjszaka többször ki kell mennie, vagy nem bírja tartani a vizeletet, hogyha jön az inger, már rohanni is kell, akkor fiatalabb korban is el lehet menni prostataszűrésre, sőt, el is kell menni. De a 45 év felettieknél mindenképpen ajánlott, ha semmi panasz sincs, mert találkoztunk már olyan esettel, akinek semmi panasza nem volt, és mégis ott volt a prostatarák. Ami akkor idejében lett fölfedezve, még nem okozott panaszokat, idejében föl lett fedezve, meg lett operálva, és azóta már szerintem eltelt 10 év, és semmi baja nincs annak a betegnek.
Igen, mindenféleképpen el kell menni, főleg, hogyha ugye az önkormányzat is biztosítja a lehetőséget erre. Van egy másik téma, ami ilyenkor nagyon aktuális, ugye az influenza elleni védőoltás. Kapható már, hogyan kell igényelni, kiknek ingyenes esetleg? Igen, az országos védőoltási kampány idén is megrendezésre kerül. A népegészségügyi szolgálat idén is ingyenesen biztosítja a védőoltásokat, akinek szükséges. Ezt október végén kaptuk meg, tehát már a mai nap, ezen a héten már oltottuk a betegeket. És azt javasolják, hogy november végéig azért oltsuk le, mert nem lehet tudni, hogy az influenza milyen hullámba jön. De volt már olyan év, amikor még februárban is érdemes volt beadatni az oltást, mert annyira elhúzódott. A tavalyi szezon egyébként olyan közepes volt, hát nem voltak drámai esetek, legalábbis az én praxisomban nem. Én minden évben beoltok legalább 200 embert, nem mondom, hogy beteget, mert nem mindenki beteg, 200-200-at mindenképpen. Akiknek mindenképpen érdemes fölvenni az oltást, azok a krónikus betegek. A krónikus betegségnek hívjuk a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, a szívbetegséget, az immunbetegségeket, a vesebetegségeket, májbetegségeket. Tehát akik évek... Ami eleve legyengíti a igen, igen. Tehát egy ilyen fertőzés az nagyon le tudja gyengíteni a cukorbetegeknek, fölborítja a cukrát. A szívbetegek akár bele is halhatnak, sajnos ez egy olyan beteg, a szívbetegségnél ott akár halálos is lehet a betegség, de minden embert nagyon megvisel, mert az influenza legfőbb tünete a nagyon magas láz, ízületi fájdalmak, fejfájás, száraz köhögés. Tehát ha ilyet észlelünk magunkon, akkor valószínű, hogy vírusfertőzésről van szó, valószínű, hogy influenza vírusfertőzésről. Tehát így most már a következő hónapokban, ha ilyen betegséggel találkozunk, akkor erre lehet számítani. És egyébként hány éves kortól lehet beoltani influenza oltással? 0 éves kortól be lehet már oltani influenza elleni védőoltással. 3 éves kor alatt van egy speciális, egy vaxigrip tetra, nem tudom, hogy ezt lehet így mondani. Mindegy, ez egy speciális védőoltás, amit 3 éves kor alatt adnak a gyerekorvosok. A fölött pedig bármilyen oltóanyaggal, azt hiszem 3 van a piacon, egy ingyenes magyar, meg talán 2 külföldi. A magyarban benne vannak azok a vírusok, amik előreláthatólag a betegséget fogják okozni. Ezt mindig az előző évi tapasztalatokból kutatják ki, hogy melyek voltak azok a vírusok, amik nagy valószínűséggel majd idén is megbetegedést okozhatnak. Ezeket általában frissítik, ezeket az oltóanyagokat. Az, hogy az oltóanyagokat általában tartósító szerekkel kell vegyíteni, hogy jól eltartható legyen. Ezek sokszor minimális adagban, de benne van annak antibiotikumok. Ezért előfordulhat az oltás során, hogy valaki allergiás lesz rá, vagy rosszul lesz tőle. Ezek egyébként nem gyengített vírusok, hanem elölt vírusok. Tehát hogy a beadott vírustól valaki megbetegedjen, az nincsen. Inkább a szervezet reakciója. Igen, igen. Ezekre a kis adalékanyagokra, vívő anyagokra, azokra szokott inkább rosszul reagálni a szervezet. És egyébként miért van szükség akár ugye a gyerekek esetében is évenkénti oltásra? Hogy a vírusok mutálódása miatt? Vagy miért? Igen, meg a szervezet nem emlékszik már, egy év után már nem emlékszik az immunrendszer, nem emlékszik már az antitestre, amit kitermelt az oltás hatására. És egyébként annyiba kerül az oltás? Tehát mondom, legtöbben ingyenesen kapják, 60 év fölött mindenkinek ingyenes, akár krónikus beteg, akár nem. A krónikus betegeknek szintén ingyenes az oltás, tehát hogy ha valaki fiatalabb, allergiás, vagy aszmás, vagy már 40 évesen vérnyomás csökkentőt szed, azoknak is ingyenesen
adható. Tehát gyakorlatilag mindenkire rá lehet húzni valamilyen betegséget, és akkor én nem szoktam pénzt kérni az oltásért. Évide 1000 forint, hogyha felírják receptre. Értem. Ezt a magyar típusút. Akinek nagyon fontos, még a légzőszervi megbetegedésekbe szenvedők, a dohányosoknál nagyon-nagyon fontos, mert ott ugye eleve a cigarettától, a nikotintól eleve gyulladásban van a hörgőrendszer, ott már egy kis fertőződés is elég ahhoz, hogy berobbanjon az egész légzőrendszer, és akár tüdőgyulladásig menjen a betegség. Többnyire a vírus, aztán a vírussal legyengített szervezet ráfertőződik bakteriálisan, és akkor az már egy komoly szövődmény. Igen. Ilyen szövődmények persze vannak minden évben, de akik be voltak oltva, azoknál nem találkoztunk ilyenekkel. A beoltottak is elkaphatnak influenzát, de sokkal enyhébb a lefolyása náluk. Egy kis borzongás, egy kis végtagfájdalom, egy kis tüsszögés, köhögés, és így átvészelik a betegséget. Tehát a betegeken kívül még fontos, tehát a krónikus betegeken kívül még fontos, tehát a fiatal dohányosok, akik közösségben dolgoznak, óvodában, bölcsődében, iskolában, a tanárok is föl szokták venni a védőoltást, és mindenkinek ajánljuk, különösen a bölcsődében, de akik közösségben... Az egészségügyben dolgozók. Azok mindenképpen, az egészségügyben dolgozók mindenképpen. Én a magam részéről már a héten be fogom oltatni magam, úgyhogy a többiek is jó példával járnak elől. Így van. Úgyhogy jobb megelőzni a bajt. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és felvilágosítást adott nekünk ezekről a fontos dolgokról. Én is köszönöm a lehetőséget. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.